Két új beruházás, 300 millió forint értékben adtak át új üzemcsarnokot és gépegységet Szabolcs községben, valamint 190 millió forintból napelempark is épült a településen. Tanácsot kérhetnek, mintegy 74 ezer gazdálkodónak nyújthat segítséget az a szaktanácsadói szolgáltatás, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara indított. Új módszer, egy világszerte egyedülálló applikáció segítségével játszva sajátítható el a szelektív hulladékgyűjtés helyes folyamata. Millió forint értékben adtak át új üzemcsarnokot és gépegységet Szabolcs községben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az autóipari gyártással foglalkozó Makrovelt Kft. A beruházással egyrészt a versenyképességét kívánja javítani a nemzetközi piacon, másrészt új munkahelyeket teremt, és a vállalat a jövőben képzőbázisként is működne. A településen egy több mint 2100 darabból álló napelempark is épült 190 millió forintból. Ez a hálózati áramtermelésen túl a megyei klímavédelem előmozdításában és a térség turisztikai fejlesztéseiben is kiemelkedő szerepet játszik. 2140 darab napelemet számlál a most telepített 500 kW-os napelempark Szabolcs községben. A Szabolcsi Szélenergetikai Kft. Beruházása 190 millió forintból valósult meg a településen. A vállalat az új parkkal a magyar áramtermelésbe kíván bekapcsolódni, de a térségben megvalósuló turisztikai beruházások és a megyei klímavédelmi stratégia szempontjából is kiemelt fontosságú a megújuló energiaforrásra épülő kis erőmű. Az állam egy garantált átvételi rendszerben vásárolja meg több mint 20 éven keresztül ezt a villamos energiát, energiahivatal által megszabott árakon. A cég partnere egy konzorciumnak, egy társulásnak, illetve a megyei klímastratégiai védelmi kerekasztalnak is a részesei vagyunk. Hát ott még stratégiáról beszélünk, ugye itt pedig a valóságot próbáljuk realizálni. Az új CNC megmunkáló berendezés is munkába állt. A napelempark mellett a Makrovelt Kft. Új gépegységét és üzemcsarnokát is átadták Szabolcs községben. Az autóipari gyártással foglalkozó vállalkozás mintegy 300 millió forintból valósította meg fejlesztését. A beruházásra a piaci igények változása és a cég versenyképességének javítása miatt volt szükség, de a tervek között szerepel az is, hogy a vállalat képzőhelyként is működik majd. Egyrészt a cégnek a versenyképességét a piacon stabilizálja, másrészt van egy olyan nem titkolt szándékunk, most induló újabb pályázatos programok keretében lehetőség nyílik képzésre, átképzésre, vagy a duális képzésbe való részvételre, és úgy gondoljuk, hogy ez a technológia, ez egy csúcs technológiának számít. Ennek keretében talán reménykedhetünk még olyanban is, hogy képző pont vagy bázisként fogunk a jövőben majd prosperálni a megyébe. A mostani beruházások azt mutatják, hogy érdemes a térségben élni, fejleszteni és megújuló energiaforrásokat használni. Ezt már Vinnai Győző mondta az ünnepélyes átadáson. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a fejlesztések a foglalkoztatottság növelésében is jelentős szerepet töltenek be. Közismert az, hogy a magyar kis és közepes vállalkozók a munkahelyek kétharmadát adják Magyarországon, és különösen ebben a térségben, itt Tímár, Szabolcs, Balsa, Gávencselő térségében fontos a munkahelyteremtés. Mindenütt fontos, de itt egy sikertörténetről beszélhetünk, hiszen nagyon jó technológiával dolgozó cégről van szó, a Makrovelt Kft., magyar Kft., magyar vállalkozás, tehetséggel, szorgalommal, kitartással, a legmodernebb technológiával szolgálja ki a külföldi piacot. A mostani beruházással 8 új munkahelyet teremtett a vállalat. Mintegy 74 ezer gazdálkodónak nyújthat segítséget az a szaktanácsadói szolgáltatás, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara indított. A pályázati forrásból támogatott kezdeményezés lényege, hogy a gazdálkodóknak ne jelentse plusz terhet a szolgáltatás igénybevétele.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a tagok versenyképességének fenntartása érdekében számos új szolgáltatást indított a közelmúltban, ilyen a szaktanácsadás is, amelyre pályázati forrást is elkülönítettek. A szaktanácsadók a falugazdász hálózathoz kapcsolódnak, közülük képzik ki azokat a szakembereket, akik segíthetik a gazdálkodók munkáját. Erről Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke beszélt 35 perc című magazinműsorunkban. Hozzátette, a cél, hogy a gazdálkodók a gazdaságban dolgozzanak, az adminisztrációs feladatokat pedig az ehhez értő szakemberekre bízzák. Elmegy ugyanúgy, mint a könyvelőhöz, elviszi a papírjait, tartozik valahova, ahol elkötelezett lesz az a szaktanácsadó, megismeri a gazdaságát a termelőnek, fogja tudni, hogy állattartó, nem állattartó, mivel foglalkozik, gyümölcsös, milyen a gazdasági összetétele, és a szaktanácsadó tartja nyilván, hogy annak a gazdaságnak mikor milyen kötelezettségei vannak, és akkor nem fordulhat elő nagy reményeim szerint, hogy a gazdálkodók olyan helyzetbe kerülnek, hogy párnapos késés miatt olyan támogatástól esnek el, amik a gazdaságokat olyan negatívan befolyásolják, hogy ellehetetlenül a tovább lépésük. A megyében Máté Szalken és Fehérgyarmaton működik már ilyen szolgáltatást adó központ, de folyamatban van a hálózat további bővítése. A gazdálkodóknak az egyéni tanácsadás költségének 10%-át kell megfizetniük, de ezeket a költségeket is leírhatják a kamarai szolgáltatásként. A csoportoszaktanás pedig teljesen ingyenes. Közel 8000-en töltötték le a térségi hulladékgazdálkodási Kft. Által fejlesztett telefonos játékot. A cég úgy véli, hogy ez a leghatásosabb és legkönnyebben járható csatorna a fiatalok eléréséhez. A világszerte egyedülálló applikáció segítségével játszva sajátítható el a szelektív hulladékgyűjtés helyes folyamata. A térségi hulladékgazdálkodási Kft. Tevékenységéből következik, hogy kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre. A cég küldetése, hogy környezetvédelmi szemléletformáló munkát végezzen, és a szelektív hulladékgyűjtést elterjessze a lakosság körében. A 21. században unalmas bemutatókkal, előadásokkal ez már szinte lehetetlen. Viszont játékos formában már annál izgalmasabbnak tűnhet a tanulás folyamata, mondta el híradónknak Petró Árpád, a térségi hulladékgazdálkodási Kft. Ügyvezetője, aki hozzátette, ezért a cég egy új, egyedülálló mobil alkalmazást készített. Ennek köszönhetően játszva tanulhatnak felnőttek és gyermekek egyaránt a hulladék helyes szelektív gyűjtéséről. Hogyan közelítsem meg az ingatlan tulajdonosokat, hogyan közelítsem meg a gyermekeket és mélyítsem el benne a tudást, ha nem azon az eszközön keresztül, amit a legtöbbet használnak, ez pedig a mobiltelefon és a mobiltelefonra írt applikáció, ez pedig a Select Ákos, amelyik játékos formában kvízszerűen és Tamagucsi rendszerben próbálja meg a gyermekek fejében, a felnőttek fejében egy kicsit a szelektív hulladékgyűjtés helyes gyakorlatát bemutatni. Szóval mondhatnám azt is, hogy játszva tanulunk, és azon az eszközön, amit a legszívesebben használunk manapság, ez pedig a mobiltelefon. Az applikáció már meglévő hasonló játékok szerint épül fel. Kvízjátékok, hulladékválogatás, igaz-hamis, szókirakó és Super Mario alapjára programozott játékkal ismerteti meg a szelektív hulladékgyűjtéssel a felhasználókat. A játék egyedülálló fejlesztés, ezt az is bizonyítja, hogy eddig 8000-en töltötték le az applikációt, és ebből 6900-an Ázsiából. Mindenképpen várható a játékprogram, a mobil applikációnak a továbbfejlesztése, mert már most megfogalmazódott bennünk ez, hogyha ilyen széles körű a letöltés, világszínvonalú, akkor mindenképpen meg kell jelenni az angol nyelven is. Ennek már a változatát elkészítettük, még nincs feltöltve, mert tesztelés alatt van, de én úgy gondolom, hogy a napokban feltöltésre kerül, és akkor még bővebb információt tudunk biztosítani. Ezen kívül egy hulladékszállítási naptár applikáció van most előkészítés alatt, ami úgy szintén azt a célt fogja szolgálni, hogy minél szélesebb körű és minél pontosabb információ áramlás történjen meg a közszolgáltató és a közszolgáltatást igénybevevő között. A telefonos játék mindkét jelenleg legelterjedtebb mobil operációs rendszeren elérhető. Több
Több szempontból is problémás, hogy az elmúlt években a költözéseknek köszönhetően 25%-kal nőtt a népesség gyarapodás az ukrán határ mentén, mondta Adorján Béla, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje pénteki sajtótájékoztatóján Nyíregyházán. A politikus szerint az országgyűlési választás kimenetelét is befolyásolhatják a valós vagy fiktív lakcímváltoztatások. Azt azért remélem mindenki be tudja fogadni, még egy politikustól is, hogy nem életszerű, tehát fiktív az a megállapítás, amikor egy 90 négyzetméteres lakóingatlanba 90-en, 100-an, 150-en vagy akár 200-an be vannak jelenkezve. Aki viszont ilyet elkövet, és ehhez adja a jóváhagyását tulajdonosként, vagy adja a jóváhagyását kistelepülési jegyzőként vagy polgármesterként, az viszont bűncselekmény gyanújába fog keveredni, hiszen a hatóságoknak szolgáltatott nem valós adat, az már okirathamisításnak minősül. 2.300.000 forintból fejlesztheti tovább gépparkját és infrastruktúráját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. 2 millió forintot az önkormányzat ajánlott fel az idei városbál bevételéből, amelyből 10 egyedi fejlesztésű tolókocsit vásárol majd a kórház. A Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület pedig további 300.000 forinttal járul hozzá a további fejlesztésekhez. Nyíregyháza város önkormányzata hagyományosan minden évben jótékony célra ajánlja fel a város bál bevételének egy részét. Az idei évben a teljes tombola bevétellel a kórházakért közhasznú alapítványt támogatják. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere elmondta, attól függetlenül, hogy nem az önkormányzata fenntartója a kórháznak, az kiemelten fontos számukra, amiben csak tudják, támogatják az intézményt. Nyíregyháza város báljának a bevételét mindig jótékonysági célra fordítjuk. Az idén a kórházi alapítványnak adjuk, ez 2 millió forint lesz, amiből 10 darab olyan tolókocsit tudnak beszerezni, ami segíti majd a betegek elszállítását a gépkocsitól az illetékes osztályig, és ez egybe fog esni az érkezés az új parkoló elkészültével. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy régóta szükséges hiánypótol. Egyrészt, másrészt pedig abból a szempontból széleskörű felhasználása lesz, hogy ez a kórházi osztályok többségét érinti majd. A kórházat rendszeresen segítő Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület is hozzájárult az adományhoz. 300.000 forintból egy lézerkészüléket vásároltak a kórház számára, amelyet a rehabilitációs ellátásban használnak majd. A kórház főigazgatója kiemelte, a betegszállítókocsik egyedi fejlesztések. Magyarországon ilyen típust még nem gyártottak. Hozzátette, a prototípus gyártása február végére várható. Ez le lesz téve a kórháznak a bizonyos területén. Hasonló módon egy rakásolható kocsik lesznek, tehát egymásba lehet tolni majd. Hasonlóképpen egy bevásárlóközpontban lévő, hogy mondjam, bevásárlókocsikhoz, azonban ez egy többfunkciós, és egy olyan specifikációt állítottunk, hogy többfunkciós kocsi lesz, ahol nem csak a beteget lehet beültetni, hanem akár a csomagját is hozzá lehet tenni, megfelelő biztonsággal lehet tolni, fékrendszerek vannak benne. Az adományozás itt nem ér véget. Mónus József, többszörös világbajnok íjász, egy értékes íjat ajánlott fel a kórház részére. A kézzel készült honfoglaláskori fegyverrel február 21-től lehet licitálni az intézmény Facebook oldalán és honlapján. A kikiáltási ár 50.000 forint. Hályi János József Attila díjas író, költő volt Kürti László vendége a Költők egymás közt című estem. A részletekről hamarosan szólunk, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. A hétvégén a HEP Kupa 4-es döntőjében szerepel a Nyíregyháza Blue Sharks. A legutóbbi kiírásban bronzérmes kék cápák szombaton Debrecenben a PVSK ellen lépnek pályára. A mérkőzés győztese vasárnap a Salgó Tarján oroszlány párharc továbbjutójával játszik a fináléban. A hagyományos szurkolói ankéton mutatta be téli szerzeményeit a Nyíregyháza Spartacus. Az MB2 negyedik helyén álló együttes 5 új futballistát igazolt a szünetben. A cél az előrelépés a tabellán a jelenlegi negyedik helyezéshez képest. A Spari február 25-én hazai pályán a Gyirmót ellen kezdi a tavaszi szezont. Hályi János József Attila díjas író, költő volt Kürti László vendége a Költők egymás közt című esten csütörtökön a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A szerzők beszélgettek a családról, az alkotás folyamatáról, valamint az irodalom helyzetéről is. A bőrnek már lőttek,
mondta a test egykedvű őre. Semmire nem megyünk a méregdrága a francia kenőccsel. Közelről szörnyű, de nem néz ki jól messziről sem. Hály János sokoldalú alkotó. Végzettségét tekintve tanár, de ma amellett, hogy ír, rajzol és fest is. Műveit saját maga illusztrálja. Első regénye 1989-ben jelent meg. A Herner Ferike Faterja című vígjátékát a legutóbbi Vidor Fesztiválon láthatta a nyíregyházi közönség. 2017. szeptemberében a Színházi Dramaturgok céhe a Halott ember című művét az évad legjobb drámája díjjal jutalmazta. Az alkotó verset, prózát és drámát is egyaránt szívesen ír. Mindig azt szeretem, amit éppen írok. És hogy is mondjam, legnagyobb kincs az, amikor verset tud írni az ember, mert az egy speciális érzelmi szituáció, amikor sikerül. Prózával úgy napi szinten meg vagyok békélve, a dráma az meg olyan, hogy hát ha van szerződés, akkor lesz dráma is, ha nincs szerződés, akkor drámát nem írok. Általában a novelláimat szoktam alapul venni a drámaíráshoz. Amúgy szeretek drámát írni, szívesen írok, de művészileg kevésbé érdekel, vagy inkább azt mondom, hogy nem annyira elsődleges. Tehát, hogyha valamit látok, valamit meg akarok fogni a világból, vagy fel akarok építeni egy világot papíron, akkor elsősorban inkább a próza jut eszembe. Kürti László néhány évvel ezelőtt indította a beszélgető sorozatát, melynek keretében a legkiemelkedőbb magyar írókkal találkozik Máté Szalkán és Nyíregyházán. Vendége volt többek között Térei János, Szabó T. Anna, Jónás Tamás és Tóth Krisztina. Kürti László az elmúlt időben nem csak verses kötetet, hanem hangos könyvet is kiadott. Alkotó munkájának elismeréseként januárban a Magyar Kultúra Napján a Bella Istvánról elnevezett rangos irodalmi díjat vehette át. Ez azért nagyon emblematikus és szép vállonveregetés, ha úgy tetszik, mert hogy ténylegesen a Magyar Írószövetség és Érdvárosa közös díjáról van szó, ahol ugye Bella István egy nem túl hosszú időszakot, de élt. Ráadásul egy olyan szerzőről van szó, aki legalább annyira volt a jobboldali diskurzus tagja, mint a liberálisé, és sajnos olyan kulturpolitikai klímában élünk, ahol valójában ezek talán, nem is tudom, meghatároznak kéne lennie. Hály János az esten verseiből és novelláiból is felolvasott a nyíregyházi közönségnek, és azt is elmondta, hogy jelenleg egy irodalomtörténeti munkán dolgozik, melyben 30 magyar író munkásságát mutatja be. A kötet várhatóan a jövő év tavaszára készül majd el. A hétvégén a HEP Kupa 4-es döntőjében szerepel a Nyíregyháza Blue Sharks, a legutóbbi kiírásban bronzérmes Kék Cápák szombaton Debrecenben a PVSK ellen lépnek pályára. A mérkőzés győztese vasárnap a Salgótarján Oroszlány párharc továbbjutójával játszik a fináléba. Kupa hétvége lesz a férfi kosarasoknál, péntektől vasárnapig 8 élvonalbeli csapat a Magyar Kupáért, 4 NB1-B-s együttes pedig a HEP Kupáért harcol a debreceni Főnix csarnokban. A nyíregyháziak a legutóbbi kiírásban a harmadik helyen végeztek. A 4-es döntőbe jutással a minimális célt már teljesítették a cápák, akik minél fényesebb éremmel szeretnék zárni a debreceni túrát. A héten már a debreceni meccsidőpontokban tartott edzéseit Siska János együttese. Szeretnénk minél fényes érmet elhozni. Nem lesz egyszerű, hiszen 4 nagyon erős csapat van bent a döntőben. Mindenképpen az első mérkőzés, a Pécs elleni mérkőzésre koncentrálunk, és reméljük, hogy sikerül megnyerni, és akkor bent vagyunk a döntőben. Én úgy gondolom, jó formában vagyunk. Úgy készülünk, mintha a döntőt játszanánk, de hát ugye egy dél is 3 óra között edzünk, hogy a bioritmus átálljon a fiúknak. Én bízom benne, hogy az első mérkőzésen túl tudunk lenni. A legutóbbi bajnoki meccsén a budapesti Honvéd otthonában váratlan vereséget szenvedett a Nyíregyháza Blue Sharks. A csapat irányítója, Bús Iván bízik abban, hogy a rossz főpróbát jó előadás követi. Egyetlen jobb sikerélményünk volt az a HEP Kupa bronz, habár kicsit keserű szájízünk volt utána, hiszen úgy érzem, hogy semmivel nem jobb csapat győzött le minket az elődöntőbe. Így most mindenképpen szeretnénk felülmúlni a tavalyi eredményt. A fiatal Pécssel mérkőzünk meg az elődöntőben, velük már játszottunk idén. De személy szerint én sem, ugye Cinger Zoli sem, illetve akkor még másik légióssal álltunk fel, illetve még Csabi sem volt. Egy teljesen más szerkezettel és csapattal mérkőztünk meg ott, és csak hosszabbításra szenvedtünk vereséget, úgyhogy én úgy érzem, hogy mi vagyunk a találkozónak az esélyesei, de mi voltunk az esélyesei a
múlt heti mérkőzésen is a Honvéd ellen, tehát óvaintek mindenkit attól, hogy elbízza magát, és egy kemény mérkőzésre számítok, lehetőség szerint pedig győzelemmel döntőbe szeretnénk menetelni. A kupa hétvége programja pénteken a Magyar Kupa negyed döntőjével rajtolt. A HEP kupában szombaton 10 óra 30-szor a Sargó-Tarján oroszlány, 13 órától a Nyíregyháza Pécs elődöntőket rendezik a Főnix csarnokban. Vasárnap a két vesztes 10 órától a bronzmeccsen, a két győztes pedig 12:30-tól a döntőben lép pályára. Hagyományos szurkolói ankétó mutatta be téli szerzeményeit a Nyíregyháza Spartacus. Az MB2 negyedik helyén álló együttes 5 új futballistát igazolt a szünetben. A cél az előrelépés a tabellán a jelenlegi negyedik helyezéshez képest. A Spari február 25-én hazai pályán a Gyirmót ellen kezdi a tavaszi szezont. A törökországi edzőtáborból hazatérve már itthoni környezetben készül a tavaszi szezonra a Nyíregyháza Spartacus. Csütörtök este a szokásos szurkolói ankéton találkoztak a drukkerekkel a klub vezetői és új játékosai. A téli szünetben Csirus Ádám, Hornyák Marcell, Danilo Pejovics, Fülöp Gergő és Szabó Bence csatlakozott a kerethez. A csapatkapitány Jova Levente szerint nyugodt lelkiismerettel tekinthetnek vissza az elmúlt hetekre, mivel mindent megtettek azért, hogy a lehető legjobb formában várják a bajnoki folytatást. Szerintem teljes mértékben elvégeztük azt a munkát, amit kitűzött a csapat magának célul. Szóval jó felkészülésen vagyunk túl, nyilván voltak vereségek, de úgy voltunk vele, hogy inkább most jönnek ki a vereségek, mint a bajnoki szezonban, mert azért voltak ugye hibák, egyéni hibák, csapathibák, amit ugye majd bajnokikon nem fogunk végrehajtani, hogyha minden igaz, mert ott kijöttek ezek. És most már azon fokozottabban fogunk ezekre odafigyelni. Lucsánszki Tamás vezetőedző elmondta, hogy a csapat tavasszal szeretne előrébb lépni a jelenlegi negyedik helyhez képest. A tavaszi szezon általában nehezebb szokott lenni, ezzel mindenki tisztában van. Szeretnénk természetesen előre lépni a helyezést illetően. Ez lenne azt gondolom az alapcélkitűzés, hogy sikerüljön előre lépnünk a helyezést illetően. Azzal a vezetőedző mellett a játékosok is tisztában vannak, hogy tavasszal még az őszinél is nehezebb meccsek várnak a csapatra. Amikor én először játszottam itt MB2-ben, akkor azért tapasztaltam, hogy itt nincsen az, hogy mondjuk játszol az elsővel, vagy játszol a másodikkal, vagy a utolsóval esetleg. Nyilván itt az életükért mennek a csapatok, itt nagyon nehéz mérkőzések vannak az MB2-ben, független attól, hogy ősz van vagy tavasz, de nyilván tavasszal azért már a kisebb csapatok az életükért fognak küzdeni, szóval meg főleg azért a Spari ellen szerintem mindenki az élete teljesítményét akarja nyújtani. A Spari vasárnap még játszik két edzőmérkőzést, az örökösföldi pályán 10 óra 30-tól a Nyírbátor, 14 órától pedig a Budaörs elleni pályára Lucsánszki Tamás együttese. A tavaszi rajton február 25-én a Gyirmótot fogadja a Nyíregyháza Spartacus. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. 300 millió forint értékben adtak át új üzemcsarnokot és gépegységet Szabolcs községben. Az autóipari gyártással foglalkozó Makrovelt Kft. A beruházással egyrészt a versenyképességét kívánja javítani a nemzetközi piacon, másrészt új munkahelyeket teremt, és a vállalat a jövőben képzőbázisként is működne. A településen egy több mint 2100 darabból álló napelempark is épült, 190 millió forintból. Ez a hálózati áramtermelésen túl a megyei klímavédelem előmozdításában és a térség turisztikai fejlesztéseiben is kiemelkedő szerepet játszik. Mintegy 74 ezer gazdálkodónak nyújthat segítséget az a szaktanácsadói szolgáltatás, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara indított. A pályázati forrásból támogatott kezdeményezés lényege, hogy a gazdálkodóknak ne jelentsen plusz terhet a szolgáltatás igénybevétele. Közel 8000-en töltötték le a térségi hulladékgazdálkodási Kft. Által fejlesztett telefonos játékot. A cég úgy véli, hogy ez a leghatásosabb és legkönnyebben járható csatorna a fiatalok eléréséhez. A világszerte egyedülálló applikáció segítségével játszva sajátítható el a szelektív hulladékgyűjtés helyes folyamata. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 16-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
Holnap változékony időre számíthatunk. A ma átvonult hidegfront után szombaton délnyugat felől ismét egy frontrendszer éli el térségünket. Az esti órákban felszakadozik, csökken a felhőzet, és éjszaka gyengén felhős lesz az ég, de párássá válik a levegő, és több felé köd képződik. Csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge marad. Reggelre általában -4 fokig csökken a hőmérséklet, holnap napközben feloszlik a köd, de továbbra is párás marad a levegő. Eleinte még több felé kisüt a nap, majd erősen megnövekszik, estére megvastagszik a felhőzet és egyre több felé ered el a hó. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. Kettős fronthatás van térségünkben. Vasárnap éjszaka még havazás várható, de délelőtt mindenütt megszűnik a csapadék, majd napközben éjszak felől felszakadozik a felhőzet. A jövő hét elején hétfőn napos, ám hideg időnk lesz. Majd a folytatásban már többnyire borult lesz az ég, és több alkalommal várható csapadék, hóra és esőre egyaránt számíthatunk. Hideg marad az idő, éjszaka általában fagypont alatt, napközben kevéssel felette lesz a hőmérséklet.